Itt vagyok ismét. Teljesen más típusú rész lesz. Nem is szép irodalom, hanem szép, ékes magyar anyanyelvünkről lesz szó. Engedjétek meg, hogy letegyem, és akkor elmagyarázom. Amiről szó lesz, Nádasdy Ádám, milyen nyelv a magyar? Nyelvészként ír a magyar nyelvről egy könyvet, és kék-sárga rózsaszín a borítója. Hát így ránézel, és azt gondolod, hogy ez valami nagyon cuki, nagyon izgi, nagyon mai, nagyon trendi, nagyon hipster dolog. És tudjátok mit? Az! Ez kis könyv magyar nyelv iránt érdeklődőknek szól. Igyekeztem érdekes dolgokat elmesélni erről gyönyörű nyelvről. Ezt, mint magánember mondom, nyelvészet nem ismeri gyönyörű fogalmát. Észrevettetek-e valami furcsát abban, ahogy ezt felolvastam? Nádasdy Ádám nem így írta ezt ide, ezt én olvastam így fel, kihagytam a névelőket. Mikor azt gondoljuk, hogy a nyelv egyszerűsödik, akkor egy tévhitnek dőlünk be. A nyelv egyáltalán nem egyszerűsödik, hanem változik. Például számomra egy nagyon izgalmas dolog volt, amit most tanultam meg, hogy a névelők azok nem voltak mindig részei a nyelvnek. Ilyen és ehhez hasonló tévhiteket fogunk itt lebontani ma, Nádasdy Ádám segítségével és az utca emberei segítségével. Három állomás van. Az első állomáson az a kérdésem, hogy van itt ez a mondat. Maga aztat nem tudhassa, hogy én mire volnák képes. Ha helyes, kipipáljuk, ha nem, akkor meg kijavítjuk. Helyes ez a mondat? Abszolút mértékben nem. Én azt mondanám, hogy nem. Nem helyes. Nem? Nem. Igen, jó hangzik, nem? Mondjad, hogy hol vannak a hibák, én javítom. Ez az aztat, ezt mondjuk maga azt. Nem tudhatja, mert hogy tehát a tudhassa, igen. Mire volnék képes? Attól függ, igazából minden mondat helyes, tehát hogyha ezt valaki így mondja, akkor igen. Tehát, hogy a nagybetűs nyelvtan szerint nem. De szerintem Nádasdy Ádám szerint helyes. Igazad van, ő azt mondja, hogy ez helyes. Igen, ha ezt a mondatot valaki elmondja, és a másik megérti, akkor célba talált a mondat, ha valaki ezt így mondja, akkor ez így oké. Okay. Következő állítás. Mondom neked, a magyar nyelv veszélyben van. Ez azt jelenti, hogy veszélyben van, hogy kihalhat. És ez meg egy ilyen kis élő infografika akar lenni. Kék dzsengát válasz, ha azt gondolod, hogy teljesen egyetértek, a magyar nyelv veszélyben van. Piros dzsengát válasz, ha azt gondolod, hogy valamennyire veszélyben van, de azért nem para. A zöld az inkább nem értek egyet, és a sárga az, hogy egyáltalán nem értek egyet. Van egy affinitása felől, hogy bármelyikből, mint a virág csokorva összeszedik az emberek a szavakat, és ettől a magyar nyelv az gazdagodik, és beolvadnak. De nem kerül veszélybe a nyelv maga. Ez nem veszélyezteti a nyelvet. Egyre jobban veszik el a magyar nyelvnek, egyébként szerintem az a varázs meg bölcsesség, ami a nyelvben egyébként benne van. Nem tartom magam idősnek, én mondjuk középkorú vagyok, 15 és 25 év közöttieket. Már olyan szavakat, olyan kifejezéseket használnak, amit én sem értek, pedig nem vagyok messze tőlük korban. Nem is az, hogy más nyelvezetet beszélnek, hanem már sok külföldi szót használnak. Mint például régen, ahogy a latin nyomta el a magyart, utána elnyomta a német a magyart, most szerintem egy idő után el fogja nyomni az angol a magyart. Szerintem fogom javítani itt a statisztikát, mert én ebben ultraliberálisan gondolom. Kérlek, vegyél el egy dzsengát, és illeszd a helyére, ahova gondolod. Egyáltalán nincs veszélyben, szerintem. Akinek van kedve velünk játszani, azt arra kérjük, hogy a szép magyar nyelvünk felirat köré írjon fel egy szót, amit ő nagyon szeret. Ezt aszfaltkrétával csináljuk, úgyhogy valószínűleg holnapra, de legkésőbb holnap utánra már nyoma se lesz. Pont olyan gyorsan fog eltűnni, mint amilyen gyorsan a nyelv megváltozik. Cimbora.
poén, krumpli, pizza, spájz, forint, puder, tokány. Ezek jövevényszavak. Uh-huh. Melyik szó, melyik nyelvből jövevényszavunk? Ugye német, francia, olasz vagy román? Ez a kérdés. Szóval a pizza az olasz. Igen, valószínűleg. Poén, puder, krumpli. Igazából nem tudom az igazság. Imádom, ahogy csinálod, csak ilyen lezserül, úgy van. It's very interesting that you don't speak Hungarian. Where are you from? I'm from Kurdistan, I'm Kurdish. You're Kurdish, yeah, excellent, Kurdish. Okay. Ez ilyen tökre olaszos hangzású, nem? Cimbora, vagy nem biztos, hogy így mondanák, de hogy... Cimbora, pizza, cimbora. Szerintem ez működik nagyon jó, jó, okay? Szuper. Spice, szerintem az nem tudom, nekem az valamiért kelet, és a kelet akkor az még román, de jó legyen. Majd aztán Max kijavítja. Ja, azért tudod, miért kellett? Mert a tizedes meg a többiekben az van, hogy most a Spájzban vannak az oroszok. Spájz az német. Spájze. Nyugodtan tedd oda, ahol gondolod. Forint is idegen nyelv, de turva. Hogy mondják, franciás? Forint? Le forint? Ó, aha, akkor a poén az nem ott lesz. De várjál, lehet, mindegyik szót tudom úgy mondani, hogy ez igaz, ez igaz. Figyelj, mondom neked, le krumpli. Le krumpli, le tokanya. How to spell that one? Cimbora. Cimbora is a mate. Yeah, you're my mate. Yeah. A friend. Én a cimborát raknám még akkor. Hát, az vagy olasz, vagy román. Legyen román inkább, jó, figyelj, berakom a románhoz. Tokány is from France. Okay, tokány. Tokány. Hát az... Hát nem francia. Talán román. Az az érdekes, hogy bár a krumpli... Tehát, hogy... Menjél? Aha. Hogy németül az ugye kartoffel, de mégis ez a krumpel, valamiért én ezt jó. Azt gondolom, hogy német. Yeah. All right. Well, actually, very well done. Really? Compared to the fact that you don't even understand the 80% actually, of the words. Actually, the pizza is the most easier one. Puder. Puder az a puder? Hát nem, francia. Hát a nők meg a minden, nem? Yeah. Francia izé. Igazából franciául nem, egyáltalán nem tudok, meg nem tanultam. És akkor marad a tokány. Ide, aromán. Ide teszem. Ezt megoldottad hibátlanul. Szuper! Köszönöm. A krumpli és a spájz jönnek a németből. A poén és a puder a franciából, románból jön a tokány meg a cimbora, és a porint meg a pizza jönnek az olaszból. Ez csak egy játék arra, hogy rettenetes mennyiségű jövevényszavunk van. Európa kellős közepén élünk, nyilvánvalóan rengeteg szó veszünk át nemzetektől, akik jönnek-mennek, meg mi is jövünk-megyünk. Teljesen természetes, hogy ez így van. A kék oszlopunk lett a legmagasabb, amiből az derül ki, hogy itt ma 5 és 8 között a Matács téren megfordult emberek közül a legtöbben azt gondolják, hogy a magyar nyelv veszélyben van. És a Nádasdy Ádám által a könyvben leírt szempontrendszer vagy valóság szerint, hogy nincsen jelenleg veszélyben a magyar nyelv, hát ezt választották a legkevesebben, bár ha összeadom a két oszlopot, hogy egyáltalán nincs veszélybe, meg a én annyira nem értek egyet, szerintem azért annyira nincs veszélybe, akkor már nem olyan vészes az állás. Ezt megúsztuk. A magyar nyelv túl fog minket élni. Ez a mondat, hogy maga aztat nem tudhassa, hogy én mire volnák képes, ez tök helyes. Legalábbis Nádasdy Ádám nyelvész szerint. Ez egy népies szóhasználat. Vannak helyek, ahol az emberek egyszerűen így használják. Az más kérdés, hogy illemszabályok szerint ezt a mondatot mondjuk nem használjuk a híradóba, meg nem így fog bemondani valaki valamit egy színházi konferáláskor, de hogy nem helyes helytelenségi kérdés ez, nyelvészeti szempontból legalábbis biztos, hogy nem. Véget ért a forgatás, és az egész délután csodálatos volt. Iszonyatosan kedvesek voltak az emberek, nyitottak és érdeklődőek. Tényleg zseni a könyv, úgyhogy csak ajánlani tudom. Kösz, hogy itt voltatok. Ha szerettétek, kövessetek itt YouTube-on, vagy állítsatok be csengőt, és akkor értesülni is fogtok arról, hogy mikor van a kövi videó. Instagramon is fel vagyok, ott is lényeg a lényeg a nevem. Találkozzunk legközelebb!